Szeretettel köszöntök minden kedves televíziónézőt! Önök a Sportkorzó című magazinműsorunkat látják itt a TV Szentendrén, melyben egy ismerős hangot köszönthetek a stúdiónkban, Ördög Miklós Mixit, szervusz! Sok szeretettel kész csokomat küldöm neked, és a kedves hallgatókat és a kedves tévénézőket is szeretettel üdvözlöm. Na ez nem volt véletlen, hogy a hallgatókat üdvözlöd, hiszen a Rádió Szentendre műsorvezetője vagy, évek óta már erősíted a csapatunkat, és a téma, amivel kapcsolatban itt ülsz a mai napon velem szemben, az éppen a rally, a rádiós műsorod is erről szól. Na de mesélj nekünk egy kicsit magadról, szinte már-már megszokjuk, hogy Mixit csak rally témában halljuk. Mikor jött az életedbe a rally szeretete, hogyan kerültél kapcsolatba ezzel a sportággal, hogyha nevezhetem így, hogy sportág? Abszolút az. 15 éves koromban kerültem kapcsolatba ezzel a sporttal. A szomszédom volt Herceg Attila, aki akkor már neves rally versenyző volt, és ő oltott be ezzel a dologgal. Utána 17 éves koromban, mikor megszáradt a pecsét a jogosítványomon, rá egy hétre elkezdtem versenyezni, úgyhogy 17 éves korom óta folyamatosan csinálom. Jelen pillanatban szerintem én még legrégebben itt Magyarországon aktívan. Miközben mondtad, hogy 17 éves korod óta abszolút az futott át az agyamon, hogy múlt héten is versenyeztél. Igen, most volt Székesfehérvár rally. Itt most kipróbálhattam egy igazi rally ikont, egy Suzuki Swift GTI-t, egy 1987-es historikus autóval mehettem, egy élmény volt, egy régi versenyzőm felajánlotta, Orosházi Szabolcs, akinek külön köszönöm, óriási élmény volt ezzel az autóval menni. Azt, hogy elkapott a gép szíj, az nem kifejezés, hiszen 17 éves korod óta átöleli az életedet a rally szeretete. Akkor, amikor elkezdted, akkor mennyire volt népszerű ez a sportág, és mennyire féltettek a hozzátartozóid, hiszen ez egy extrém sportnak mondható. Én nagyon hálás vagyok a szüleimnek, mert ha féltettek is, akkor hála Istennek ezt nem hozták a tudomásomra. Úgyhogy én tényleg, ha nem is tudtak segíteni, de legalább nem tiltottak. Ez egy óriási dolog volt. Egyébként a rally népszerűségére jellemző, hogy akkoriban egy-egy versenyen szerintem ilyen 100 000 ember volt kint a pályák szélén. Most már sajnos ennek töredéke, de viszont a neten tudják követni. Tehát azt gondolod, hogy csökkent a népszerűség, vagy az online világ miatt van az, hogy nem, nincs már annyi néző? A népszerűsége szerintem semmiképpen nem csökkent, és szerintem sokkal nagyobb a reklámértéke, hiszen olyan sokan látják a neten, sokkal többen, mint ahányan akkor kint voltak a pályák szélén. Sajnos mi ezt nem érzékeljük, hiszen kevesebben vannak a pályák mellett, de ugyanakkor a visszajelzésekből látom, hogy igenis nagyon-nagyon odafigyelnek a sportunkra. Ha megengeded, menjünk egészen az alapokig vissza. Mit nevezünk rallinak, és mikor beszélhetünk rally versenyről? Hát a rally az eredetileg egy francia találmány volt, csillagtúrát jelent, teljesen más volt, mint most. Akkoriban még nem voltak gyorsasági szakaszok, csak speciál szakaszok, nem volt lezárva a pálya, úgy, mint most a terepralliban, és gyakorlatilag a rendes közúti forgalomba zajlott az egész verseny. Sokat változott ez a dolog az elmúlt mondjuk úgy 60 évben, és azt kell mondjam, hogy rendkívül fölgyorsult ez az egész. Tehát akkoriban tudtak menni, tudom én, maximum 100-120-al a rally autók. Most viszont olyan iszonyatos gyorsulással bírnak ezek a speciális gépek. Nincs olyan nagy, nem nagy a végsebességük, hiszen ilyen 200 körül mennek csak, de néhány másperc alatt elérik a 100-at, és rendkívül hatásos fékberendezésük van, úgyhogy emiatt irgalmatlan gyorsan lehet ezekkel az autókkal menni. A rally titka a gyorsaságban rejlik? Abszolút szerintem, meg a technikában. Hát azért ezt nem szabad elfelejteni, ez nem pályaverseny, itt az erdőbe megyünk néhány centiméterre a fáktól, sokkal veszélyesebb, mint bármelyik pályaverseny. Ettől függetlenül egy óriási élmény. Ha rallira gondolok, akkor nekem mindig ilyen képek jönnek fel, hogy csupa sár az autó, veszélyhelyzet mellette, a sofőr mellett ül valaki. Miért ül mellette valaki például? Hát a navigátor nélkül ez a sport elképzelhetetlen. Előre lejárjuk a pályákat, feldiktáljuk az itinert a navigátornak, aki utána a versenyen ezt visszaolvassa, és gyakorlatilag
ő imádkozza előre az egész pályát, gyakorlatilag én vakon megyek, amit ő mond, arra autózom. Ha ő hibázik, végünk van. Mennyire nehéz jó navigátor találni? Hát én 1987-ben megalapítottam a Mixi Rally iskolát, ez mai napig működik. Elsősorban navigátor képzéssel foglalkoztam, régen is, most is, és bizony azt kell mondjam, hogy az emberek, mit tudom, a jelentkezők tizede, akiből valóban jó navigátor lesz. Nem elég ide a lelkesedés. Mi a titok? Azt kell mondjam, hogy erre születni kell. De meg lehet tanulni. Tehát valamilyen szintig meg lehet tanulni. Nagyon fontos, hogy a gyomra bírja a navigátornak, tehát ne legyen rosszul az autóban. Le tudjon nézni a papírjába, föl tudjon nézni, lássa, hogy hol járunk. Ne féljen, ez is nagyon-nagyon fontos. És borzasztó jó ritmusérzék kell hozzá, csak kimondtam. Egyébként, hogyha a rallira gondolunk, akkor mindenképpen az extremitás jut eszembe, a gyorsaság, a koszos autók, elnézést, én így fogalmazom, így látom. Na de óriási dolog az a fajta bizalom, ami működnie kell a versenyző és a navigátor között, ugye? Ez alapvető dolog. Ha ez a bizalom nincs meg, akkor azt kell mondjam, hogy elveszett a rallipályos. Nagyon fontos. Magyarország mennyire bővölködik rali versenyzőkben, rali versenyekben, felkészítőkben? Hogyan működik ez? Hát meg kell mondjam, hogy Magyarországon, amióta én versenyzem, elképesztő tehetségek fordultak meg itt. És azt kell mondjam, hogy most is a világ élvonalában vannak a magyar versenyzők, és most már egyre többen el is jutnak ezekre a komoly nemzetközi versenyekre, meg tudják mutatni, hogy mire képesek. Hát elég, ha csak Hide Krisztiánt említem meg, aki bármerre jár a világba, szinte minden megnyer, ahol elindul. Elképesztő tudással rendelkeznek a magyar versenyzők, borzasztó tehetségesek, a navigátorok is és a vezetők is. Mi a titka annak, hogy valaki egyre jobb rally versenyző legyen, a gyakorlat? Nagyon fontos, igen, de tényleg kell hozzá a tehetség. És ez megvan itt. Magyarországon nagyon sok rally verseny van, és nagyon sok egyéb verseny van, ilyen amatőr versenyek is, ahol ezt a rutint meg tudják szerezni ezek a fiúk és lányok, hiszen nagyszerű rally versenyző hölgyeink is vannak. Egyébként pályaversenyzők között is sok van. Nem akarom őket se leszólni, mert nagyon ügyesek és tényleg nagyon tehetséges. Meg kell említsem Mór Csabát például, akit nem régen ismertem meg, egy nagyszerű pályaversenyző. Az Európa-bajnokságon indul, tavaly Európa-bajnok lett, és elképesztő tehetsége van, és olyan elhivatott, amilyen kevés van a magyar autósportban. És azt mondod, hogy a nők is jeleskednek ebben a sportágban? Igen. Van bármiféle hátránya annak, hogyha valaki nőként lesz rally versenyző? Szerintem csak előnye van, hiszen a média jobban figyel rájuk, és én csak buzdítani tudom a mostani leendő rally versenyző hölgyeket, hogy igenis, ha tehetséget éreznek magukban, vigyék véghez, és igenis kezdjenek el versenyezni. Most jelen pillanatban a magyar rally mezőnyben első osztályban nem nagyon van, de lehetne, mert vannak tehetséges lányok. Ebben a sportágban népszerűsítés szempontjából mennyire fontosak a média megjelenések, az, hogy egyre többet lássunk titeket a tévében, halljunk a rádióban, ez mennyire ad hozzá a sporthoz? Rengetegen. Hát ez a sport sajnos, mint a háború, pénz nélkül nem megy. Nagyon fontos a szponzorok jelenléte, és ahhoz, hogy megismerjék a versenyzőket, nagyon nagyot tud tenni a média. Hosszú évek óta versenyzel. Mit ad neked ez a sport? Mindent. Ez az életem. Na nem beszélve arról, hogy ennek a sportnak köszönheted a csodálatos feleségedet is. Szó se róla. Ez igaz. Egy Veszprém rallin ismerkedtünk meg 1997-ben, és azóta is együtt vagyunk. Aki, a kedves televízió nézőknek is megsúghatom, hogy a kedves kolléganőm, hiszen Ördögnév Vilma Melindáról van szó, neki is valamilyen szinten köze volt a rally versenyekhez? Hát ő rally sportbíró, most már sajnos nem jön versenyekre, de sok éven át művelte ezt, Forma 1-en is dolgozott, rally versenyeken is, az egyik legképzettebb
magyar sportbíró. Egyébként ez így családban mennyi vitát, nyilván neked szerencsés a helyzeted, hiszen ő átlátja ezt a sportágat. És mivel ez egy extrém sport, mennyire találkozol olyan családokkal, ahol ez nehézséget jelent, hogy akár a feleség vagy a férj nehezen kezeli azt, hogy egy ilyen veszélyes sportágban tevékenykedik a párja? Én meg kell mondjam, hogy sokkal veszélyesebb például a lovaglás. De mondhatnám például a hegyi kerék pározást is. Itt azért tűzálló ruhában vagyunk, bukósizsak van rajtunk, bukócső van az autóban, olyan biztonsági berendezések az autóban, ami megvéd bennünket. Tehát annyira azért nem veszélyes dolog ez. Mint ahogy mi akár a tévében igen, ezt láthatjuk. Említetted a nézőket. És számukra sokkal veszélyesebb. Mert hogy nemrégiben a legutóbbi versenyeden sajnos is például igen, egy sportriporter sérült meg. Ez hogyan fordulhat elő? Hát sajnos egy volt nagyon kedves versenyzőm indult ezen a versenyen, és elszabadult az egyik kereke az autónak. Ez anyaghiba volt, senki nem hibázott. Meg volt húzva a kerék, minden rendben volt, látszólag tökéletes volt az autó, elszabadult, eltörtek a tőcsavarok, és elrepült egy kerék, és pont szegény fiatal kollégát eltalálta. Ezúton is kívánok jobbulást neki. De ilyen helyzetekre nem lehet, nincs jó mód arra, hogy erre fel lehessen készülni. Hát több mint 100 méterre volt a pályától. Tehát ez nagyon-nagyon ritkán fordul, ilyen elő, sajnos előfordul. Többször említettük az elmúlt versenyt. Milyen helyezést értél el, és hogy érezted magad? Hát nagyszerű verseny volt egyébként. A Lakatos család rendezte, ők veszprémiek. Lakatos Róbert, a főrendező, 7 éves korában itt ült a térdemen. Annak idején az édesapja volt a főnököm a katonaságnál, én ott voltam Veszprémben katona, és Robi rendszeresen bejárt hozzám beszélgetni. Nagyon szerette már akkor a rallit. Azóta is ez a család, Lakatos család rendezi a Veszprém rallit, és számtalan más versenyeket. Úgyhogy ők nem tudnak hibázni, elképesztő hozzáállással csinálják ezt az egészet. Ez a verseny is nagyon jó volt. Egy picit az időtervel volt gondom, nagyon kevés időt hagytak a pálya felírására, úgyhogy emiatt mi csak 2 pályát tudtunk felírni, már lepróbálni sem tudtam, a harmadikra el sem jutottunk. Sajnos a historiknak nagyon kevés időt hagytak erre, és egy időben ment a mi pályabejárásunk a szombati napon a rallyás osztály versenyével, úgyhogy így nagyon kevés időnk maradt, ezt viszont arra kérem őket, hogy majd legközelebb korrigálják. Maga a verseny nagyszerű volt, másodikok lettünk kategóriában, egy szavam nem lehet. Gratulálok. Úgyhogy ezt az autót a verseny előtti órába tudtam kipróbálni, tehát nem is mentem vele előtte egy centit se, és egy nagyon nagy élmény volt, tényleg egy ilyen öreg Suzuki Swift GTI, uh-huh, ez egy csoda. Egyébként egy-egy rally verseny időben, percben mérve mennyi idő szükségeltetik hozzá? Hát általában itt Magyarországon egy-egy első osztályú rally versenyen olyan 150-180 kilométer gyorsasági szakaszból áll. Ezt veszük időben, hogy ugye körülbelül ennyit vagyunk idézőjelben a gyorsasági szakaszon. A 2 gyorsasági szakasz között persze normál országúton is megyünk, de hát az csak pihenés gyakorlatilag. Úgyhogy ezt nézzük, akkor körülbelül ennyi időt törtünk percekbe, hát mondjuk ez lehet egy olyan kicsit több, mint egy óra, ami kőkemény. A többi az sétagalop. Fizikailag mennyire kell erre felkészülni? Hát egy ilyen 2 napos verseny azért 3 kilót kivesz az emberből. És hogyan tudsz egy ilyen időszakra felkészülni? Tehát a verseny előtt van, amit, például van olyan, amit tudod, hogy nem fogyasztasz ételben, picit többet mozogsz, vagy egyszerűen rááll a szervezeted? Hát meg kell mondjam, hogy én sajnos most március 3-án már 60 éves voltam, de még... Ugyan sajnos, ne viccelj! Az adrenalin csodákra képes. Uh-huh. Tehát azt kell mondjam, hogy ha bármi bajom is van, ahogy elrajtoltunk, minden elmúlik. És ez egy olyan csodálatos érzés, hogy csak javasolni tudom mindenkinek, ha nem is rally verseny, de egy slalom versenyen mindenki egész életében legalább egyszer induljon el. Érdemes. Oda nagyon nem kell semmi, csak egy autó. Sokan mondhatják el magukról, hogy
kacsingatnak a rally felé, kipróbálják, van ismerőse, aki rallizik, érdeklődik a sportág iránt, de azt gondolom, hogy nagyon kevés olyan ember van, főleg Magyarországon, aki elmondhatja magáról azt, hogy 17 évesen kezdte, és egyhuzamban, 60 éves korában még mindig versenyzik, ez a te esetedben maximálisan igaz. Volt olyan időszak az életedben, amikor egy kicsit leálltál a rallival? Hát nem. Én nekem tényleg ez az életem, nagyon szeretem ezt csinálni, mindent ennek köszönhetek. Gyakorlatilag én mindennek felé helyeztem a rallit, és gyakorlatilag mindent. Már 3 versenyel indult a 16 éves fiam is, akinek még nincs jogosítványa, de olyan versenyeken, ahova ez nem kell, például a slalom versenyen, már el tudom indítani, rendkívül tehetséges, meg vagyok vele elégedve nagyon. Én azt kell mondjam, hogy olyan gyönyörű életem volt, hogy azt kell mondjam, hogy nagyon hálás vagyok mindenkinek, aki ehhez hozzásegített. Egyébként mennyire oktattad a rallit? Mennyien kerestek meg téged, hogyha visszagondolunk az elmúlt időszakra, hogy tanulni szeretnének tőled? Annak idején, amikor megalapítottam a saját egyesületemet, az Elton Varázs Garázs Sportegyesület volt ez, 10 éven keresztül az ország legnagyobb egyesülete voltunk, több mint 150 versenyzőm volt, elsősorban azért, mert fölkaroltam, amennyire csak tudtam az ifjúságot. Rengeteg jó kezű pilótát adtam ennek a sportnak, mai napig is sokan mennek, akik nálam kezdtek. Ez egy olyan szép dolog, hogy igyekszem átadni azt a tapasztalatot, amit sikerült megszereznem. Nagyon jó dolog segíteni ezeket a fiatalokat, mert visszaköszön a tehetségük utána az eredményeikben. Mennyire inspirál téged, amikor találkozol egy fiatallal, akiben meglátod azt a bizonyos pluszt, amitől működik, és amikor azt tudod mondani, hogy erre született, ez mennyire motivál téged? Maximálisan, ugyanúgy, ahogy a nézők a pálya szélén. Azért csinálom még. Tehát, hogy mint pilótának, bár sajnos csökken a nézők száma, azért nektek vannak, azért igen. Nagyon fontos lenne, hogy ott legyenek, szurkoljanak, ez ad egyfajta pluszt? Hát most, ha már nem is a pálya szélén, azért utána a verseny utáni visszajelzések itt a közösségi oldalakon, az rendkívül jól esik, és bizony tényleg motivál. Mik a célok? Hát 43 éve versenyzem. Ha még kibírom ezt a 7 évet gond nélkül, akkor talán megpróbálom elérni az 50 évet. És hát a te esetedben nagyon nagy szó az, hogy azt mondod, hogy küzdesz és harcolsz, hiszen egy nagyon nagy küzdelmen vagy túl, és ezek után sem adtad fel sem a rallit, sem a rádiós műsorvezetői tevékenységedet. Mennyire beszélhetünk erről, hogy milyen nehéz időszakon vagy túl, és ennek ellenére ugyanúgy csinálod a dolgodat, és második helyezéseket zsebelsz be egy-egy verseny alkalmával. Hát hála Istennek ez már a múlt 2013. augusztus 13-án adás közben kaptam egy sztrókot. Kijöttem belőle, fél évig tartott, utána újra tudtam kezdeni a műsoromat is csinálni. Nehéz volt az biztos, de gyakorlatilag most már csak egy emlék. De ezzel is biztos, hogy nagyon sok embert tudsz motiválni azzal, hogy nem szabad feladni, és igenis abszolút fel nem. Kell lenni. Engem az adrenalin gyógyított meg, azt kell mondjam. Biztos vagyok ebben. Tehát azt, hogy nem adtad fel ezt, hát a szenvedélyt? Hát 3 bajnokságot nyertem utána még, ez nekem nagyon jó volt. Uh-huh. Ez kellett neked. Többször említettük a műsorodat a Rádió Szentendrén. Mesélj egy kicsit nekünk erről, mikor és milyen céllal hoztad ezt létre? Nem én hoztam létre, Bara Gábornak köszönhetem, ő több mint 15 évvel ezelőtt létrehozta a VRC Automotorsport magazint, majd utána 10 évvel ezelőtt egyszer csak gondolt egyet, és átadta nekem, ő nagyon kedves, jó barátom, egyébként volt navigátorom, és akkor még Gödöllön az ottani rádióban kezdtem, utána jött az Érd Rádió, és úgy kerültem utána Szentendrére, aminek nagyon örülök, mert nagyon közel van, és nagyon kellemes csapat van itt. Hiszen szeretek helyi itt. Lakos vagy. Igen, igen, nagyon szeretem, mert most már 16 éve itt élek, és második kerületből költöztem Budapestről ide, de nem bántam meg, nagyon jó itt. És a műsornak is jó, hiszen nagyszerű stúdiónk van, remek a technika, nagyszerű munkatársaim vannak, és én úgy érzem, hogy ez a... Azt kell mondjam, hogy egyedülálló, 2 órás élő riportműsor
akár autósportban, akár nem, szerintem egész jó. Én nagyon szeretem csinálni, és jók a visszajelzések. Itt a Rádió Szentendrén mióta hallható a VRC magazin? 2013, amikor az rokon volt, utána a következő hónapban már, tehát ősszel. Hogyan épül fel a műsor menete? Megkeresem a kedves delikvenseket, akikkel szeretnék beszélni, és utána felhívom őket, és élőben lemegy a riport. Általában 10-15 percet tudok beszélgetni egy-egy emberrel, ennek függvényében olyan 10-12 emberrel egy-egy műsorban. Mekkora kihívás az adott adás szerkesztése? Tehát mennyire tudsz válogatni a témában, emberekből, eseményekből, ez mekkora kihívás? Gyakorlatilag szórakozás számomra, nagyon szeretem csinálni, tehát én nekem tényleg ez olyan munka, amit imádok csinálni. Akkor van csak gond, ha nem bírom elérni azt, akit kitűztem. Ez előfordul dacára, hogy megbeszéljük, pont abban a pillanatban nem veszi fel a telefont. Ez előfordul, mindig van tartalékember, tehát mindig meg tudom oldani. És én igyekszem úgy megcsinálni a műsort, hogy annyira színes legyen azért, hogy ne csak autósportos emberek legyenek benne. Tehát szoktam vitorlásversenyzőkkel, kerékpárversenyzőkkel, motorversenyzőkkel, motorcsónakversenyzőkkel, mindenféle egyéb extrém sportból próbálok egy-egy riportalanyt azért összehozni, hogy ne csak autósportot halljanak a kedves hallgatók. Említetted az adrenalint. Akit ennyire tölt az adrenalin érzete, ugye sokan félünk az extrém sportoktól, de ha te érzed magadon, hogy ez igenis jót tesz neked, van határ, amire azt mondod, hogy na ezt nem próbálnám ki, és ez az adrenalin nem kell? Hát ilyen egyik például a bungee jumping. Köszönöm, azt sem tudom megcsinálni, mert biztos, hogy én nagyon félek a magasban. Tehát én például nem tudnék sziklát mászni, meg ilyesmit, biztos az is ad ilyesmit, de én azt nem tudnám megcsinálni. Te az autót találtad meg. Vitorlázom egyébként régebben, mint autózom, mert 1970 óta vitorlázom, de összesen egy vitorlás versenyen indultam eddig, azt csak szórakozásnak tartom, és egy óriási kikapcsolódás számomra. Ott mondjuk egy felkészülési időszak mennyire nehéz? Már a vitorlázásban? Uh-huh. Hát mondom, egy kék szalagon mentem, gyakorlatilag nulla felkészüléssel, és tudom én, utolsó előttiek nem voltunk azért, mert egész jól sikerült ahhoz képest, hogy mit tudom én, 600 hajó indult, és a középmezőnybe végeztünk. De élmény volt. Abszolút, abszolút. Úgyhogy lehet, hogy ha még egyszer rá tudom szánni magam, akkor megpróbálom még egyszer-kétszer. Vannak olyan jelek, vagy voltak esetleg olyan tanítványaid, akiken konkrétan láttad, hogy nem tesz jót ez az adrenalin nekik, és inkább felejtsék el a rallit? Nem. Nem? Tehát aki már eleve... Aki már erre adta a fejét, azokból én megpróbálom kihozni maximumot. És úgy érzem, hogy működik is. Uh-huh. A rádiós műsorra egy kicsit visszakanyarodva, mondjuk el a kedves nézőknek, hogy mikor hallható a te műsorod, és említetted ezt a 2 órát, azért ez mégsem csak fél óra. Sporttal megtölteni egy rádiós magazin műsort, mit tapasztalsz, mennyire hallgatják végig az emberek, és mennyire várják a folytatást? Hát ezt őket kéne megkérdezni. Én szívem lelkem beleteszem, nagyon szeretem csinálni, minden kedden 19 órakor kezdődik, és 2 órát tart, utána csütörtökön éjjel 11 órától kezdődik az első ismétlés, és utána vasárnap 15 órától a második, de utána egy héttel később a vrcmagazin.hu című honlapon vissza lehet hallgatni az adásokat, utána már végig minden ott van. Tényleg nagyon szeretem csinálni, én remélem, hogy népszerű, és a visszajelzések alapján nem éltem hiába. Biztos, hogy nem. Mixi, köszönöm szépen, hogy a vendégem voltál. További sok sikert kívánunk neked az egész stáb nevében, és jó látni azt, amikor valaki megtalálja azt a bizonyos szerelmet, és az egész életét neki tudja adni. Nagyon szépen köszönöm, ezt kívánom nektek is. A kedves televízió nézők figyelmét is megköszönöm. Önök a Sportkorzó című magazinműsorunkat látták itt a TV Szentendrén. Ez alkalommal Ördög Miklós Mixivel. Viszontlátásra!